Nordika most eszik, mert neki két fontos dolog van reggelenként, és az egyik ezekben ebből az evés. Hajrá! Bár nem jó, meg fogom sejt előre. Norbi számval, gambat te kudasz el. Hát nem potin kell használni, de... Újabb jelentkezünk. Igen, nem nagyon érdekes a semményen az állam. 2007-ben, amikor itt voltunk, akkor szintén írtunk egy ilyen jelent, aminek az a lényege, hogy meleg szaké van, ilyen sózott szilva van, amit szét kell nyomni. Na ne, ne, akkor még nem tudtuk, hogy sózott. Így van. Tehát egy kicsit macerás, cserébe viszont rettenetes az íze, viszont úgy gondoltuk, hogy nem hagyhatjuk ki, ezért most újra. Ha már itt vagyunk, akkor... Rápróbálunk még egyszer, hát ha megkedveljük, hiszen ahogy az ember kora előre halad, ugye úgy változik az ízlése is. Egyre kifinomultabb. Nem vagyok meggyőzve róla, hogy ez most ízlelni fog nekünk, de... De jó lesz cserében. Azért megmutatom. Ott van benne a szilva, ez most még látszódik, de állítólag ezt szét kell küldeni nagyon. És aztán majd jól felkeverve ezt meginni, hát... Azt gondolom, hogy jó, baracnak jobban örültem volna, de hát... Hozott anyagból kell dolgozni egy kis ügyet. Azt is fel vagyunk, hogy megisszunk? Hát szerintem azt ne vegyük fel, hogy megisszunk, mert rettenetes arcod lágnánk, és úgyis ki kéne vágni, mert senki nem ismerne ránk. De ahogy látszik egyébként, amikor szét nyomja... Akkor nem fogják mondani, hogy ezt megittuk. Rémes is. Ha nem látszódik, hogy megisszuk, akkor ezt nem fogják elhinni. Gyakorlatilag olyan, mint hogy az ember pálinkába sót rakna, majd utána beledobnak szét két szilvát, amit szét is nyom. Ami szintén sós. Ami szintén sós. És mindezt megmikrózná. Így van, mert meleg ez. Hogy lehessen fokozni a dolgot. Szerintem eléggé szétkevertük már. Szerintem ígyunk. Kevert fel, nehogy a szlötyi alul maradjon. Krokodilok. Esetleg nem még szarabb. Most jön a magyar virtus, ugye? Húzóra. Húzóra nem iszok meg, mert meleg. De... Ezt nem írom megint húzóra, mert forró. Ez egy most forró. Lehet, hogy behányunk ettől is. Lényeg zajlását? Ja, majd, hogyha Jack Daniels lesz előttünk, majd akkor újra jelentkezünk, mert hát ennek most nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz, de valami fog történni, az biztos. Ennyi.
tatusott a jakitorit, ami bőr volt egész konkrétan megsütve, annak szépen bepuszírta úgy a pálcikáról az összeset. Mert az öreg már csak mellettem ül itt, az ide tett teljes, azt mondta, hogy ezt nagyon szívesen. De az a kicsi is le fog csúszni, azt hiszem. Nem fog lecsúszni, és mosolyogva idatta, és én kénytelen voltam bizonyos sült bőrt. Egy kis sült bőrt mindig elrakcsálunk. Norminak is kínáltam belőle, hogy nem kért belőle. Hát láttam, hogy ízlik. Nem veszem el a barátom elől, nem viccelj. Tudod, jó. Így van. Ha én ennék, én csak sült bőrt ennék. Na de akkor induljunk hazafelé, azt mondanám én. Íme itt még ilyenkor is van élet. Járnak, kelnek az emberek. Furán néznek ugyan, hogy kamerázzuk őket, de... Nem tudom, miért integetett előbb a két csávó, hogy tök jók vagyunk, de... Kedvelnek bennünk. Hát tök jók vagyunk, hát hogy egyszerűen csak ennyi, hogy ennyi van a dologban, tök jók vagyunk valóban. Szóval, ahogy itt sétálunk... A WC-nél dobunk egy erős jobbost. Igen, ugye most, ahol itt dobunk, itt van mi a klotyó. Ahol elvileg valamelyikünk már... Valaki már itt ezt használta. Használta, bár nem emlékszünk, hogy ki. Nem emlékszünk, biztos, hogy rót volt. Hát, de hogy mi arról meg nem beszélünk, mert ezt lehet, hogy megnézik mások is. Ugye ezt a felvételt, úgyhogy kicsi rótról csak jót. Vagy semmit. Vagy semmit, úgyhogy hallgassunk. Ugorjunk is a pérába. Hallgassunk. Itt van egy ilyen kis köz, aminek még nem neveztünk el. De mindig itt járunk át. Ez sokkal jobb, amikor az éttermek még ki vannak világítva. Már egy kicsit késő. De most már ennyi az üvő. Azaz, 11:30 lesz. Ott az ősi magyar vinnye. Jól látható. Ezt nem mi hoztuk, de tuti magyar. Most még nem szólítottak le minket, de ne csodálkozzon senki, ha megteszik. Ugye, ez amúgy a japán szokás. Így van, mert hogy az idegeneket is, ezt szokták szólítani. Kis minimumira. Nem sokan vannak idegenek, cserébe viszont kevesen, és ezért itt néha előfordul, hogy fél 12 táján barátkozni próbálnak. Nem vagyunk messze a, nem lakunk messze a helytől, mert hogy itt volt egy kis eslassító a kis köz után, és már rögtön a Business Hotelunk utcájában vagyunk, ahol szintén vannak egyébként üdítős automaták. Mindenhol vannak üdítős automaták. Igen. És ez nagyon jó, mert nagyon jó hideg, zöld tehát igen, ami tényleg lenni, finom, ami amiért Magyarországon finom. Nem lehet kapni, soha. És cserébe olcsó is. Így van, 120 ilyen, azaz 240 forint az automatából. Egy fél liter. De itt vannak éttermek is, amiket soha nem próbáltunk ki egyébként. Mert mindig máshol mentünk. Így hát valószínűleg ez ki is fog maradni örökre. De itt van a hotelünk. Ami nem a miénk. És Lalika hotelje. Igen, a Miminéri és Lali, ahol kiharapták a gimbal a kis darabot. És szerintem az, ami teraszunk ott a második. Igen, úgy van, az, ami teraszunk. Az ott, ami teraszunk, ahol most még ugyan rend van. De majd holnapi felvételen majd meg lehet nézni, hogy itt mik fognak száradni. Azért nem fognak most száradni, mert hogy rettenetes nedvesség van, páratartalom. Az is igaz. Cserébe viszont a klímával... Olyan számlát csinálunk mi miéknek, hogy azt megemlegetik. Zokogó fogják. Na és akkor itt vagyunk. Az ajtón. Az ajtónál, ami nyitva is van. Egyből jött a mosógép.